Húsvét napján mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz művelni? Akkor anyám, feltámadok, mennyországba uralkodok. Húsvét vasárnap. A kereszténység legnagyobb ünnepe. Krisztus feltámadt. Valóban feltámadt. Túrmezei Erzsébet Hétköznapok húsvét fényében című versében írja így. Győzelmet vettél, ó feltámadott! Minden reggel elénekelhetem, s boldog húsvéti fény ragyogja be új napom, utam, egész életem. Hisz Jézus Krisztus a feltámadott, jár aznap is előttem és velem. Nyomában új szolgálat, feladat, új erővár, új öröm, győzelem. Győzelmet vettél, ó feltámadott. Jöhetnek borús és nehéz napok, zengve kísér az ének ritmusa, a győzelmes nyomában járhatok. Jöjjetek, énekeljetek velem, s énekelje egész életünk. A győzelmes nyomában járhatunk, s vele győztesen célhoz érhetünk. Nézzük meg a feltámadás, a húsvét jelképeit. Milyen üzenetet hordoznak számunkra? A tojás. A tojás nagyon régóta a termékenység szimbóluma, de húsvét idején a tojásból kikelő új élet jelképezi Jézust, aki a sírjából feltámadt. Hogy miért éppen piros a színe, az evangéliumi történethez kapcsolódik. Jézus vére színezte meg a tojást, ezért piros a húsvéti tojás. A vörös hagymának és a lila hagymának a héja nagyon erős színt ad, és talán ez hasonlít leginkább a vér színéhez. Hogy mivel díszítették? Hát a legegyszerűbb módja az a berzselés, amikor a tojásra friss tavaszi leveleket tesznek, ezt egy vászonnal leszorítják, és hagymahéjának levébe teszik, főzés után pedig kibontják, és a levélnek a mintázata ott van a tojáson. Tehát így kapcsolódik a feltámadás és a természet feltámadása is a megfestett tojáshoz. De lehet viasszal írókázni, a megfestett tojást karcolni, sokféleképpen lehet hímezni, díszíteni. A másik jelkép a kereszt. Jézus keresztfája. De már nem a kereszten függő Jézust ábrázolja, hanem az üres keresztet. Egyik karácsonyi énekünk nagyon szépen fejezi ezt ki. Én nem látok szebb termőfát, mint Úr Jézus keresztfáját, mert az vérrel virágozik, szent lélekkel gyümölcsözik. A nyulat is megemlítem, bár itt nem szerepel a jelképek között, hiszen nem olyan régi szokás emlegetni a nyulat húsvét tájékán, de szaporasága miatt belekerült ez is a húsvét jelképeibe. Németországból származik ugyanúgy, mint a karácsonyfa is. A húsvéti ételek közül a bárány a legrégebbi és talán legfontosabb húsvéti eledel, különösen az erdélyi családoknál, ott aztán csak bárány van húsvétkor. Jézus az Isten báránya, áldozati bárány. A mi népi kultúránkban megjelent a sonka. Nyilván a sertéstartás miatt ez került előtérbe. A húsvéti ételeket nagyon régóta meg is szentelik. Ma is él ez a szokás, templomba viszik a kosárba készített sonkát, kalácsot, tojást, és megszentelik.
A Biblia is utal az ételek megszentelésére. Utal Máté evangéliumában a 15. részben, a 36. versben, a csodálatos kenyér szaporításkor. Ezután vette a 7 kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte, és a tanítványoknak adta. A tanítványok pedig a sokaságnak. Mindnyájan ettek és jól laktak. És később pedig az utolsó vacsorát idézi. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. A húsvéti ételszentelés a híveket arra késztette, hogy a hosszú bőjt után nem mértéktelenül fogyasszanak a finom ételekből. Húsvétkor határkerülést, határjárást végeztek az emberek. A fiataloknak megmutatták a határpontokat, hogy mekkora a határban a területük, megtisztították a forrásokat. Megnézték a termést, hogy indult be a búza. Búzáról már beszéltünk a karácsonyi ünnepkör kapcsán. A tavaszi határkerülésnek egyik gyönyörű énekes játéka a zöldágjárás. Ebből egy kis ízelítőt adunk. Jöjj el, alta, jöjj el, te szép aranybúza! Által mennék által, hogyha nyitva volna. Nyitva, nagyon nyitva, aranyos kis kapu. Jöjj el, alta, jöjj el, te szép aranybúza. Ezt az énekes játékot a kislányok minden vasárnap pünkösdig énekelték. Mindezzel a termést igyekeztek bőségre fakasztani.